Többek között énekes ünnepi műsorral avatták fel azt az emlékkeresztet, amely az 52. eukarisztikus világkongresszus alkalmából került a Mecsekbe. Az ország 21 pontjára, köztük a kövestetőre is került egy tölgyfából készült 4 méter magas alkotás. 2017 óta különös figyelmet fordítanak arra, hogy emlékhelyeinket megújítsák, mondta az eseményen Ripszám István. A Mecsekerdői ZRT életében nem újszerű ez a fajta értékteremtés, értékmegőrzés, hagyatékőrzés. 2017-ben volt az az év, amikor 27 keresztény vonatkozású erdei emlékhelyet újítottunk fel, vagy renováltunk. Ez egy kampányszerű munka volt, elhatároztuk, hogy megnézzük azt, hogy mink van ebben a vonatkozásban, és mik azok a fontos helyek, amiket érdemes az utókornak megőrizni. Tehát nem újszerű az a gondolat, hogy újabb emlékhelyet hozunk létre, nem újszerű az a gondolat, hogy értéket próbálunk a következő generációk számára átmenteni, felmutatni. A másik gondolat, amire szeretnék rávilágítani, keresztet állítunk. Aki felnéz rá, nem hiszem, hogy nem jut eszébe, hogy ez egy koordinátarendszer. Az ember akármilyen elvetemült jószág, akár hisz az Istenben, akár nem hisz, akár bármiben hisz, nem tud úgy élni, hogy nincsenek viszonyítási pontok az életében. Folyamatosan nő az erdőket felkereső emberek száma, köszönhetően az ilyen és ehhez hasonló fejlesztéseknek, hívta fel a figyelmet Dalvári Vince, az Agrárminisztérium főosztályvezetője. A magyar erdők a járványhelyzetben is látogathatóak voltak. Az erdei kirándulás sok esetben szinte az egyedül lehetőséget jelentette a kikapcsolódásra, a testi és a lelki felüdülésre. A lelki felüdülésre azonban nem csak a közelmúltban volt lehetőség, hiszen a magyar erdők évszázadok óta a lelki feltöltődés helyszínei. Az erdő az állandóságot és a kiegyensúlyozottságot szimbolizálja. Az erdőfái, mint a templomok oszlopai, merednek az ég felé, és az erdő csendjébe belépő ember a természet katedrálisában óhatatlanul közelebb érzi magát a Teremtőhöz. A remeték, szerzetesek nem véletlenül költöztek az erdők rengeteibe, az érintetlen természet békéje és harmóniája vezette őket a megváltóhoz. A testi és lelki békek keresése a jelen emberének életét is nagyban meghatározza. Ezért is fontos, hogy Magyarország ad otthont a katolikus emberek számára igen jelentős eseménynek, az 52. eukarisztikus világkongresszusnak. A többnapos egyházi találkozóhoz hasonló világméretű rendezvény megtartására már sok-sok éve nem volt példa hazánkban. Most azonban fontos, hogy méltó módon adjunk ennek tiszteletet, hangsúlyozta beszédében Hoppá Péter. 1938-ban rendeztek ilyen világeseményt legutóbb Magyarországon, amikor Szent István királyunk, aki nem csak az magyar államot, a keresztény magyar államot alapította meg, hanem ezer esztendeje a pécsi püspökséget is, és ezt a megyét is. Az ő halálának 900. évfordulójára zajlott hasonló világesemény itt Magyarországon. Illő és méltó, hogy ez a világrendezvény nem újjon el úgy, hogy a szűke pátriák, a megyék területei egy-egy emlékjellel ne adóznának ezen esemény előtt, és egyúttal ne hívnák föl a figyelmünket, a mai élők, és majd az utánunk jövő generációknak a figyelmét arra, hogy mi végre is élünk-e tájon, és milyen identitást hordoztak elődeink, és hogy ragaszkodunk mi magunk is ehhez az identitáshoz. A kereszt egy felkiáltó jel is egyben a 21. századi zarándokok és erdőhasználók számára, hangzott el az eseményen. Az ünnepség zárásaként Antal Géza, kerületi esperes, pécsváradi apát adta áldását az emlékkeresztre.